2009. szeptemberében az Európai Unió több hagyományos izzó gyártásának betiltását hozta hatályba törvényeivel. Ennek célja pedig, hogy 2016-ra az összes izzó energiatakarékos legyen. Így elméletben egy családnak 18 ezer forinttal lehet kevesebb évente a villanyszámlája. Thomas Edison 1880-ban szabadalmaztatta a szénszálas izzót. Igaz, nem ő volt az első, de végül ez terjedt el. Ezután jöttek a wolfram szálas, utána pedig a kriptongázas izzók. A hagyományos izzók lényegében a mai napig ezen az elven működnek. Viszont az újak annyival kevesebb energiát fogyasztanak, hogy az Európai Unió úgy döntött, szeptembertől kötelező lesz a váltás. Egy hagyományos 100 wattos izzó óránként 4 és 5 forintnyi áramot fogyaszt, az energiatakarékos 92 fillért. Idén szeptembertől az összes hagyományos izzó gyártása megszűnt az Európai Unión belül. Ha a boltok kifogynak a készletekből, nem tudunk majd hagyományos izzókat vásárolni. Az izzószálas villanykörték forgalomból való kivonása 2009-ben kezdődött, és rövidesen csak alternatív, energiatakarékos fényforrásokat vásárolhatunk. Kátai Miklós, a Sziszkolux Kft. Projektmérnöke szerint a hagyományos izzók beszerzése még több mint egy évig biztosan nem okoz majd gondot. A wolfram szálas villanykörtékhez ragaszkodók azonban megtalálták a kiskaput, az EU-s előírás ugyanis csak a lakossági felhasználásra vonatkozik, az ipari fényforrásokra nem, ezért egyre több kereskedő tartja ezeket a strapabíróbb típusokat. Felhívjuk figyelmüket, hogy energiatakarékos, ám mérgező a modern izzó. Egy hagyományos lázmérőbe több gram higany tettek. A kompakt izzóban ennek az ezred része a higanygőzmennyiség, ami az argongázzal alkott keveréket, magyarázta Sápi Tamás, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriumi vizsgálómérnöke. Ha eltörik, a fénycsőben lévő higanygőz azonnal elkeveredik a levegővel. A szakember persze nem tagadja, hogy nem hasznos dolog belélegezni, de az energiatakarékos izzók veszélyessége messze eltörpül a gazdaságossági előnyük mellett. Az energiatakarékos kompakt izzók 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos izzók. Azonnal ablakot kell nyitni és szellőztetni, minden ember és állat legalább negyed órára hagyja el a helyiséget. Ezt javasolta a Német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal, ha véletlenül eltörne egy energiatakarékos izzó.